Oké, rögzít és indul. Jó, go! Ja, van egy jó hírem, bár erről nem beszélhetek. Mármint, hogy konkrétan arról, hogy mi van benne, arról nem. Viszont arról igen, hogy a Crew Motorfest-tel kapcsolatban, ugye szerdán lesz ugye az új frissítés. Szerdán érkezik, ami már úgy itt van a közelembe, és változtatott a Ubisoft jelenleg az embargón, hogy meddig nem közölhetek veletek semmit. És ez az embargó, ez elviekben hétfőn lejár. Ráadásul elég korán, szóval én a hétvégét szeretném egy részét azzal tölteni, lehet, hogy majd live után meg is csinálom, hogy ezt az új season-t, ami érkezik, ezt én kipörgetem, meg kicsit foglalkozok vele, összevagdosom egy videó formájában, és valószínűleg hétfőn akkor ti ezt megkapjátok tőlem, és hogyha nem változik az embargó dátuma, akkor a hétfőn meg tudjátok nézni, hogy szerdán mi fog érkezni majd. Mert a teljes végigjátszást tulajdonképpen. Úgyhogy, ja, valahogy így készüljetek majd. Az avatárral meg jelenleg bajban vagyok, ez egy fontos info, mert az van, skacok, hogy az avatárt még mindig nem kaptam meg a Ubisofttól. Nagyon jó fejek voltak, mert azt megkaptam a Ubisofttól, hogy az avatárt tudjam nektek majd droppolni, és lehessen nyerni nálam. És hát a nézésért kapjatok tőlem cuccokat az avatárba, csak az, hogy nincs hozzá avatárom, tehát hogy nem tudom, azon nem tudom, hogy mi lesz, úgyhogy meglátjuk. De várjál már, Bunyesz, olaj van benne, gondolom, azt megnézted. Azt gondolom megnézted, hogy olaj van benne. Remélem, hogy azt megnézted, hogy a... Akkor az olajnyomás. De most simán a olajpumpád ment el. Szervusztok, sziasztok! A részemről a helyzet minden jó. Folytatjuk a Forzát. Megnézzük, hogy mi lesz, hogy lesz, merre, hány méter. Sok lett. Jó, vissza. Oké, de ezeket is megcsinálom, mert szerintem beleférünk. Aha, emulátorral nyomom. Meg PS kontrollerre, mert működik vele. Úgyhogy zseniális. Felvettem egy videót, amit még ma meg szeretnék vágni. Már kész van minden. Ugye az első 3 óra alapján mi a véleményem a játékról, de kiemelem a videóba is, meg most is mondom nektek, hogy nem a teljes vélemény, az majd a játék végén lesz. De csináltam egy ilyen kis videót, hogy tényleg így elsőnek, ezt nem lehet kiütni, anyám. Hogy így elsőre mit gondolok a játékról, kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok majd gondolni. Ki ért velem egyet, meg ki nem. Várjál, itt is van egy ilyen tuningenyó. És a 25% kedvezményemben a boltban. Azt mondjuk komoly, cső mindenkinek. A lájkokat ne felejtsétek el a TikTokon pörgetni ezerrel, hogy többen legyünk. Szólok, hogy ez egy... Elsőre megcsinálom, mit szólsz? Hol megyek itt be oda középen?
Gyerekek, IP láttál már vezetni, nem? Eddig mindig mondtátok, hogy nehéz, azt megcsináltam elsőre. Most is elsőre menni fogom, meglátod. Megint egy csomó új nevet látok a Twitch-en. Cső mindenkinek, sziasztok! Napról napra egyre többen vagyunk. Na, akkor itt egy kanyar. Akik most találtak meg a Twitch-en, nekik üzenném, egy YouTube csatornámat mindenképpen kövessétek be. Ez egy jó tanács. Na, éppen beállunk ide, mehet. És akkor indítsuk. Mini Cooperrel kell menni, annál jobb, de legalább könnyű. Azt mondják nekem, itt nehéz a verseny, gyerekeket. Easy, első win, figyeljetek. Jó, nem csak Mini Cooper van. Hagyj menjen. Forza Horizon 1. December 6-án leszek, azt tuti. Azt mondják, hogy ez a verseny nehéz. Na nézzük. Nézzük, tudok-e úgy vezetni, hogy ne legyen annyira nehéz. Gyorsulj! Van szélárnyék? Bár gondolom sokat nem ér. Ennyiek? Várjatok, azon, hogy hatállyal el kell hagynom a széket. Várjatok, nem tudom mit szeretne Évi, mindjárt jött. Addig nézzétek a Mini Cooper seggét. Vagyok. Így van. Na, gyerekek, várjátok már, most itt kijöttem a lendületből, hogy van. Kör. Tudja a kör? Biztos? Kéket elkapjuk, megvan. Jó. Na, IP, mit gondolsz? Jó vezetek? Kicsit kikapar, de... Cső mindenkinek. Kicsit kikapar, de megy. Ja, amúgy a YouTube csatornámon tettem ki egy szavazást. Ha gondoljátok, nézzétek meg, aztán lehet szavazni igennel vagy nemmel. Úgy biztos, hogy kurva nehéz megnyerni, hogyha kifagyok a picsába. Úgy. Tehát így hátrányból indulok. Tehát ez... Jó, az első fagyás megvolt, tegnap is egy volt. Meg a végén, hát remélem, hogy még egy nem lesz. Úgyhogy akkor kezdjük. Meg volt az első. Mondom, tegnap egy volt az elején, aztán több nem. Úgyhogy... Reménykedjünk benne, hogy több nem lesz. Mert nem szeretném, csak szerintem megint el kell menni a versenyre. Pedig ezt most meg fogom csinálni. Csak azért is, mert azt mondtátok, hogy nehéz, én meg szeretném. A kihívás, az kell. Na, itt is vagyok. Akkor nem kell.
Nem, ugye az emulátor miatt csinálja. Hát az emulátor az, ami... Ez sajnos benne van. Ugye ezzel nem lehet mit csinálni. Azon versenygumik vannak? Rendes gokár gumik vannak rajta. Széniával, de egy jó 5 órámba telt nekem legalábbis, mire sikerült. 8 YouTube videó után összeollózva, átírva a programban a dolgokat, aztán valahogy így. Nagyon széllel még. 3. TikTokon a lájkokat nyomjátok, ezerre eskacok, ahogy tudjátok. Gyerünk, bemegyünk. A következő kanyarba úgyis megfogom. Eddig volt ő az első. Innentől meg easy win. A kifogyásos részen már túl vagyunk. Hát figyeljetek, annyira nem vész ez a pálya. Az a jó, hogy igen, emulátoron megy. Az a jó benne, hogy a cél előtt pont van egy olyan kanyar, ahol nem tudnak gyorsan fordulni. Nem az, is a cél előtt van, az a cél után. Mondjuk itt is kicsit lassúak, nem volt ez nehéz. Easy. IP, mondja nehezebbet, mert ez nem volt az. Várom, hogy melyik az, ami nehezebb. Jó. Mini Coopert ilyenkor én meg is kapom? Azért, mert a Twitch nem engedi játszint. Bocsánat. Fogalmam nincs. Tehát nem tudom, egyszerre nem lehet a kettő. Tehát, hogyha mondjuk valakinek moderátort akarok adni, akkor a VIP az lejön róla, ennyi. Ezt a versenyt mondod, hogy ezt csinálja? Mondjuk ide elmehetnénk, amúgy itt is vannak piros pöttyök. Más, hogyha ez lenne a koronás? Ugye, megtaníthatlak vezetni, ha gondolod, IP. Van GTA 5? Mármint mire érted, hogy van GTA 5? Ráadásul mondom, fel is van boostolva a grafika egy picit, ugye emulátorban, ugye azért szebb, mint az eredeti játék. Most annyira nem előbb kifagyott, például mondjuk háromszor fagyott ki a tegnap 8 óra, este 8 óra óta, tól évfélig, meg ugye most. Ennyi mondjuk belefér. Elmenti a játékot, szóval annyira. Most is két, hogy saving, úgyhogy... Tegnap nem vettél nap? Átvettük a karszallagot.
Ja, hogy még mindig... De, ott vagyok, pink vagyok, kollektív, ja nem? Aha, akkor nem. Akkor megyünk arra. Meglátjuk. Meglátjuk majd, úgyis az is jönni fog, nem tudom, hogy az mikor van, hanyadik karszallagnál. Meglátjuk. Mondom, annyi, hogy nekem a kontroller a gyenge pontom, szóval most én azzal játszom. Villanyfüzettel meg kormánnyal is jobban szoktam menni azért. Hogy ez tuningol, tuning nélkül, vagy nem, hogy biztos tuningolt, mert elég komolyat meg ez a kis autó. Hogy álmában nem ment ennyivel. Gondolom vezetés közben nem tudok autót váltani. Hogy nem. Hangos a zene? Mármint hol a játékban? Lejjebb van húzva. Tehát le van húzva a zenének a hangereje. Várj, itt most, ez most az autóvásárlás? Hol van a karszallag? Nem, tovább. Nem elég, ez mondjuk, ez itt, ez nem elég egyértelmű, hogy mikor, mi, merre, hány méter. Ugye mondjuk itt. Ez a részcentrál. Biztosan nem ide kell jönnöm, vagy igen? Ja jó, ide, akkor ide, azt megjegyzem. Sugary, mondom, ez nekem egy kicsit nem egyértelmű, de rá lehet jönni azért szépen lassan, hogy mizu van. Jó, kaptunk egy pár versenyt, de figyeljetek, szerintem menjünk ide. Én majd legalábbis oda mennék, tudjátok, hogy miért, mert arra van egy csomó felzadendő ilyen piros pötyike. De megyünk ide. Ez a választásom. Vagy előbb csináljon meg ezt. Ő mindenkinek... Oké, bunyesz. Kendrám. Kérdésem van, kedves nézők. IP, melyiket csináljam? Ezt a kék csillagosat, vagy a másikat? Na? Megvárom. Akkor bármit mond IP, elindulunk ide. De melyik? De a boss... De jó, de most ebből nem lettem okosabb, gondolom, ez a boss harc, nem? Menjünk ide. Jó, oké. Hol vannak az autóim itt? Itt vannak az autóim, nem? Autósó. Gondolom ott vannak az autópiktogram. Nincs is ennyi autóm, szóval ez kizár dolog. Ezek az autóim lennének. Hol vannak az autóim? Villás kulcs. Ez a szervíz. Na most döntsük már el, mik ezek a piktogramok? A garázsnak egy garázs a jele. Aha, a PS kontrollerre nyom. Jó. Custom upgrade, my upgrade, change car. Na. Akkor... Mit gondolnátok melyiket? Hol a Subaru?
Ja, itt van. Ezzel megyünk. Hát ez a Forza 1. Ez a Forza Horizon 1. Jó, hát akkor... Minden fasza, haladunk szépen tovább a játékba. Köszönöm kérdéset. Ti hogy vagytok, mi a helyzet, kacok? Kicsit gyors lesz. Ugye igen, a bodosoknak üzenném, hogy kövessék bal csatornát mindenképp, mert itt a nézők jelzik, hogy balhé lesz, ha nem. Csak szólok, hogy ebbe váltót kéne cserélni. A tiltáson nem a legjobb a hangja. Amit, hogy melyiknek, a Forza 5-nek jobb a grafikája. Szerintem nem. Jerry, szerintem nem voltak még itt kategóriák. De van. Valami van. De bocsánat, van. Szakadlok itt kézikkel a nagy kanyarba. Táblákat keresünk. Igen, azt nem tudom, hogy mi nincs, de azt tudom, hogy vannak szintek. Ha majd kiderül, Bence. Nem tudom. Életemben először játszok vele. Így majd minden kiderül. Azokat keresem. Nem tudom, Geri. Egy darab tábla sincsen sehol, de volt egy csomó a térkép szerint. Tudos táblákat nézem mindenhol, hogy mi merre hány méter, de egyelőre nem ezen keveresztve. Meséljetek már nekem, légy szíves, hogy most a TikTok, Twitch, mindenki, hogy miért szeretitek ennyire ezt a játékot? Mert mondjátok, hogy, tehát, hogy nagyon sokan szeretitek. Engem érdekelne, de őszintén, hogy mi az, ami miatt úgy gondoljátok, hogy ez egy zseniális játék. Most csak inkább figyelni akarok rátok, mert ugye én annól nem játszottam. Há,
Ányi? Ja, várjál, a képed nem volt. Arra nem volt. De... A sztori nem igazán van. Olyan, most figyelek, mert én nem a kihívott felek. Jó, mindegy, nyomom, azt majd alakul. Ú, melyiket vigyem. Menjünk be a Raptorral, vigyük be a Raptort. Ezt el tudom verni? Nem érzem a korrektséget a... Jó! Csak ilyenekkel játszom. Esetek 90%-ában. Kettőt is ki fogom játszani, a hármat, a négyet is. Az nem fordul be. Nehéz lesz. Nem tudtam, hogy egy Lamborghini-t kéne elvegyek egy Ford Raptorral. Lehet, hogy át kell gondolni ezt a dolgot. A zene az zseni. Talán itt ezt nagyon eltalálták a játékban. Hát pedig úgy fogom nyomni PC-n a harmadikat. Csak azt emulátorozom, amit muszáj. A visszapörgetést ilyen esetben szeretném használni azért. Istennek nem fordul be ez a fejed a gyerekek! Állj meg! Nem hagyhatsz le! Gyerünk! Igen! Így van. Igen,
ez a segítő funkció, ez tudom, ez a legtöbb játékban már így van, de nekem most csak a sztorira vagyok kíváncsi arra, hogy mi ez az egész, meg a Forza érzést akarom megismerni igazából. Messze vagyok? Na várjátok, hol vagyunk? Oké, ez megvolt. Következő verseny. Szerintem, nem mondjuk, te felesleges elmenni oda a francba. Itt vagyok. Szerintem... Hát, franc tudja, menjünk. Nem tudok oda se bemenni. De innen be tudunk menni. Innen be. Menjünk el a kékhez. Ja nem, az a versenyt mutatja, úgy be tud, akkor a kékhez megyünk először. Mondom, csináltam egy ilyen beszélgetős videót a YouTube-ra, csak még nem vágtam meg. Gondolkoztam sokat, és tegnap elmondtam, ugyanazt érzem. Tehát ilyen 40%-ban érdekesnek gondolom, majd hogy ami leköd. Tehát, hogy 40%-ot tudnék mondani arra, hogy így leköd. Tehát, hogy Én mai szemmel nézve, hát ha nem lett volna csak egy Xboxom, akkor tényleg nagyon jó lett volna, de... mondom, egy másfél nap játék után, mármint hogy esti a streambe, én azt érzem rajta, hogy nem unom, az nagyon jó, mert nem érzem azt, hogy jaj, mikor lesz már vége. De azt se érzem, hogy alig várom, hogy leüljek vele játszani, mert igazából semmit nem ad a játék. Tehát, hogy nincs mi motiváljon, hogy haladjak előre. Jó a versenyek egyébként. Mondom inkább, hogy annyira nincs, minimálisan van. Szóval nem azt mondom, hogy nem. De ezt nem tudom kifejteni. Nem. Én azt mondom, hogy a Forzának szerintem a nagyon nagy... Na, egyet tisztázunk, jó? Ez egy jó játék, és ezen nincsen semmi baj. Tehát ez egy tök jó játék. Ide induljunk, jó? De hogy szerintem mondom, a Forzának a sikerének egy óriási pontja az, hogy abban az évben, meg azokban az években mondom, a Need for Speed nem állt a helyzet magaslatán. Én így látom. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy szempont volt szerintem. Szóval, hogyha a régebbi Need for Speed részeket nézem, azért ez már messze túlmutat ezen. Tehát, hogy például grafikailag, amit most itt látok, az egy 2007-es Pro Street már szebb volt ennél. Tehát, hogy fel van nekem rakva a grafika maxra, tehát, hogy még fel van boostolva itt az F6-os menüvel. Ha mindent leveszek, az Nvidia-t meg az AMD Fidelity-t, akkor nem néz ki így. Akkor messze nem néz ki így a játék. Tehát, hogy mondom, grafikailag nem, szerintem egy szép játék. De azért 2012-ben már voltak azért sokkal szebbek ennél. Mondom, ezt úgy mondom nektek, hogy a grafika engem nem igazán érdekel, leszarom. Tehát nekem jó ez is, jó más is, nekem teljesen jó ez a minőség is. Széniát használom. De nem akarok inkább rosszat mondani róla, meg jó csepp, majd kiderül a végén.
zene az jó. A vezetés is jó benne, ezt a kettőt, ezt elárulom. Ebben nem érzek gondokat. Szerintem teljes, tökéletes. Több mindenkinek sziasztok! Na, ez is megvan. Próbáljunk törekedni a sztorira, amennyire lehet, mert mire végzünk az összes részet, az sok lesz. Jó, hol voltunk? Itt voltunk. És elmentünk kocsival, hogy ide megyünk. Figyeljetek! Írjatok már nekem csak egy számot, mindenki külön-külön. Melyik a legjobb Forza Horizon rész? 1-től 5-ig. Melyik a legjobb Forza Horizon rész? Az egyik, a másik meg, hogy 5-én, azt hiszem 15 órakor, de nem akarok hülyeséget mondani, jön a GTA 6, remélem, hogy nem 6, de hogy GTA-nak a trailere. Remélem, hogy nem GTA 6-nak fogják hívni, mert ugye a 8. GTA lesz. Érdekes, hogy lenne a névválasztás. Mivel jobb az, tehát hogy, inkább úgy kérdezem most ilyen globálban, hogy mitől jobb az a rész, amit írtok, mert írhattok mást is, mint a többi. Mitől tud az a rész többet, mint a többi? Mi az, amit írtok most szám, az jobb, mint a többi? Ő mindenkinek. Ó, köszönöm az előfizetést. EB 110 SS itt van mellettem. Majd mindjárt megnézem. És nem lehetséges, hogy aki azt írja, hogy az egy, az azért mondja, hogy az egy, mert hogy, és gondolkozom, hogy nem volt előtte Xboxon hasonló autós játék, csak kérdezem. De nyilván ugye az Xboxon nyomtátok, tehát nem az újdonság varázsa volt az, ami így elvitt titeket a susnyásba. De őszintén kérdezem. Beindult. Köszönöm szépen. Jó, figyeljetek, most akkor álljunk meg. Szerintem az is sokat segít, hogy annó sokkal kevesebb játék volt. Midnight Club meg ilyenek voltak, akkor is csak ez volt akkor a legjobb. Ami meg volt, azt értékelnünk kell. Figyeljetek, na, én nekem az a véleményem most így, úgyhogy most játszom először, akkor elmondom, nekem a 4 volt a legjobb, mert már szép volt a grafika, és nagyon bejött az időjárás változás benne.
Tehát én úgy gondolom, hogy messze el van maradva a grafika a Need for Speed-ektől, nem tudom máshoz hasonlítani, mert ugye az volt az a kettő, ez meg ugye az volt a nagy szám, Rue még nem volt. Messze el van maradva a grafika a Need for Speed-ektől, ami nem baj, mert amúgy így is szép, nekem ez elég. Legalábbis a számítógépen sokkal szebb volt a NFS. Kevés a sztori, jó a zene, jó az irányítás, jó az autotuning motorikusan, kevés az optikai tuning, szar a térkép, kietlen és unalmas. És egy idő után a sztori is gyenge szerintem. Nekem így elsőre én ezt látom ebbe a játékba. De ez nem azt jelenti, hogy rossz, csak ezek így a szempontok, amiket eddig le tudtam szűrni. De a zene miatt, meg a vezetési élmény miatt amúgy tök el lehet vele lenni. Tehát, hogy arra nem... Mondom, olyat nem érzek, hogy abba akarom hagyni. Tehát, hogy így... Szerintem azzal nincs baj. Igen, én is azt mondom, hogy a nosztalgia az, ami ez most itt szerintem sok embernél ez egy nagy dolog. És mondom, 2012-ről beszélünk, azért az nem ma volt. Akkor azért ez egy nagy szám lehetett, főleg egy fiatal gyereknek. Vagy fiatalabb gyereknek. Amúgy rohadtul le vagyok maradva. Az restart lesz, mert az első nagyon elment. Ajajajaj, gyerekek, nem, Mute, ne, Lici. Semmiféle szimkédet nem tud a Forza, és soha nem tudod. Ez egy átbaszás, amivel a Forzánál basszák át az embereket. Nem az, hogy most jó a vezetés, vagy nem. Nem. Még az élményre sem. Ez full arcade játék. Ez egy teljesen arcade játék. Valamiért, ezt már megtapasztaltam, mióta videózom, hogy tényleg sokan azt hiszik, hogy a Forza szimulátor, de szerintem, vagy szimkét, de ezt azért gondolják, mert hogy benne van a menüben a beállításban, hogy szimulátorra lehet rakni a vezetést. Ezt lemaradok. De hanem a Gran Turismo a szimkéd. Tehát, hogy a szimkéd azt jelenti, hogy szimulátor árkád jegyekkel. A Forza meg árkád jegyekkel, szóval, hogy nem. A szimulátornak halvány jelen nincs ebben a játékban jelen. Annyi jobb benne a vezetés amúgy. Tehát kevésbé driftelős, farolgatós a vezetés. Ez tény. Sokkal inkább még a régi Need for Speed-eknek a vezetése van benne, amikor még fékezned kell. Nem ez a mobilos kanyarodás, hanem a normális kanyarodás van benne. Ha nem fékezel, akkor falnak baszolsz. Az a baj, a manapság már szimulátornak nézik sokan, az a probléma. Hogy van fék, és akkor nem driftelve farol. Farolva fordulsz be a kanyarba. Ez a Need for Speed-be is úgymond szerintem egy probléma volt, hogy ezt belerakták. Nekik ezt nem fogom megnyerni. Hát ezt nem nyerem meg ezzel a kocsival. Hát vagy nem tudom, mindig menjünk, de az első nagyon elmegy. Ugyanakkor, amikor ez. Ugyanakkor egy éve jött ezzel ki. Ő csumpi. Tehát ez nem lesz meg. Ó, jött egy raid, jól látom?
Ja, köszönöm szépen a raidet. Van rá esély, hogy megnyerem ezzel az autóval, skacok? Ez most nehéz. Ez most nehéz. Megpróbálok nagyon rákoncentrálni, hogy... Hát ez nem az én kanyarom. Hát nem tudom, gyengének érzem ezt a kocsit ide. Nem gyorsul. Abba az első már megint elment. Megyek. Csúnya volt. Csak az elsővel van baj. Jó, akkor ezt még egyszer megpróbáljuk. Még egyszer megpróbálom, ha nem jó, akkor megveszem. És mennyit kaptál a metától? Ha be így van egyébként, Bence, ez Most Wantednél magasabb szint azért az egyetlen. Mert a új Most Wantedre gondolok. Azért azt nem... A lökés most lehet, hogy sokat fog számítani. Szerintem most vagyunk úgy, hogy még jó lehet. Annyira nincs messze az első. Ennél még mindig közelebb kéne kerüljek hozzá. Nem. Jelik kör jön. Közelebb tudok hozzá kerülni, de
TikTokon a lájkokat pörgessétek ezzelre, gyerekek. Na, ezt kéne okosan kihozni, gyerekek. Ez jó lesz. Jó. Pin megoldotta. Jó. Következő verseny. You making your way here. I like that. The observatory up in Red Rock. We're rolling there now. You welcome to join. Stakes are higher though, but that's the point. Ezeket a beszélgetéseket, de imádom, amikor nem tudok váltani, szépen is semmit nem tudok. Hol van? Akkor azt tudom, hogy hol vagyunk. Valahol ott lent. Jó, hát akkor szerintem ide föl. Ez tök mindegy. Jelentősége nincs, hogy erre megyünk. És azt szerintem ott nem. Hát lehet, hogy kéne egy ilyen kitérőt tenni, hogy megnézzük, hogy van-e valami tábla valamerre. Autót lehet váltani így a menübe, fotó, mert nem. Nem lenne egy rossz dolog. Na, a minivel kelljen szenvedni. Utira van itt egy tábla. Biztos vagyok benne, hogy van. A H betűhöz? De hogy ja, így értem a H betűnél. Az pont volt egy Forza pont. Nincs kár. Na. SLRR-t. Minek a rövidítése? Melyik játéknak a rövidítése? Turn around when it is safe to do so. Hogy gondolom, milyen kis feladatocskákra gondolsz. Akkor ezzel nem driftelünk. Annyira szép ez a Lamborghini. Ismerős a neve, de szerintem az nem régi játék, gondolom. Vagy annyira nem régi. Akkor régi? Akkor nem tudom. Most megfogtál, mert ismerős a neve, de annyira nem gondoltam volna réginek. Ez olyan, hogy a GTA-ba lennék egyébként. Figyeljetek már egyébként egy kérdést, most úgyis itt összegyűltünk. Annyi kérdésem van a YouTube-on, tettem ki szavazást, nem tudom, hogy ki mire szavazott, de föltenném nektek a nagy kérdést, hogy szeretnétek-e, hogy várjál, fotózzam már, amit írtál játéknevet. Eljön senki semmit. Hova? Legyen GTA-s tartalom YouTube videóba, vagy nem? Ez a kérdés. Igen, nem. Ennyit írjatok, hogy ha igen, akkor szeretnétek, ha nem, akkor nem. Bence, hogy ne? Az egyik kedvenc Need for Speed-en. Három közül. De Bence, hogyha követed a YouTube csatornámat, akkor erről tudnod kell.
hogy a prostitről mi a véleményem. Úgyhogy meg kell kérdeznem, hogy megnézted már a YouTube videóimat? Vagy hogy mik vannak kint, inkább nem az, hogy megnézni, nem hogy... Nekem 40 GTA videó van leprivátolva a csatornámon jelenleg, hogy ne lássátok. Bence, most menj be a YouTube-ra, aztán gyere vissza, és kövess be a Hungate YouTube csatornát. Aztán mondd el, hogy mit láttál ott. Kérem a véleményedet. Nem kell az összeset, csak a YouTube-ot most, aztán ott a YouTube-on bármelyik videó alatt látni fogod a linkeket, hogy mihol, merre, hány méter. Sőt, azt mondom, ha nem tetszik, akkor ne kövess be, amit ott látsz. De javaslom, hogy nézd meg. El fogod felejteni a videó után, ebben biztos vagyok, mert mindenki elfelejti. Gyerünk. Jó, szép! Ropit? Nem. Semmilyen ropit nem akarok látni. Köszönöm az előfizetést. Semmilyen. Ropi ellenes vagyok, gyerekek. Szervusz, Magyar Joe. Figyeljetek már egyébként. Akkor csináljuk már azt, hogy... Lehet, hogy akkor én remasterelni fogom a régi GTA-s videóimat. Lehet, hogy akkor én remasterelem a GTA-s videóimat, mert nekem a GTA 5-ről annyi videóm van, hogy az valami kegyetlen. És... akkor tényleg azzal kéne itt elkezdeni foglalkozni, mert az a gáz, hogy egyben nem akarom, köszönöm Bence, egyben nem akarnám visszarakni őket, mert mondom, van 40 darab, kb. Ilyen bemutató a GTA-ról, mihol, merre, hány méter, de akkor lehet, hogy az lesz, hogy akkor ezeket újra kéne venni, normális minőségben, mert ezek már eléggé régiek, meg gagyik. A live után leszedem a GTA-t. Azért a Netflixet is nyom be, mert ott is vannak jó dolgok, de jó. Jó. Mondtam, hogy érdemes megnézni a csatornámat, mert vannak rajta jó dolgok. Hát amikor elmondom, tudom jó, hogy az emberek amúgy nem mennek át, meg el is felejtik, mert most érted, miért mennél? Azért ma azt mondom, nem elég indok szerintem. Jó, bodot megállítjuk.